Szeretnék először is. A fesztivál gyakorlatilag már szerda reggel elkezdődött, hiszen már akkor levágtak 5 mangalicát. Erről az őshonos fajról tudni kell, hogy a házi sertésnél lassabban nő és gyarapodik, kisebb és szőrösebb, de a húsa finomabb, sőt a zsírja ajánlott az egészségesebben táplálkozóknak is. A mangalicából készült finomságokat is megkóstolhatták az érdeklődők Szarvaskenden, a győrváriak sátrában. Ezzel az újdonsággal is színesítették a gasztronómiai felhozatalt a szervezők. A másik célunk pedig az volt, hogy a kárpát-medencei magyarság ételét mutassuk be. Szerintem az is sikerült, ugyanis Moravidékről, Felvidékről, Vajdahunyadról, Székelyföldről érkeztek vendégeink, és nagyon érdekes és jó ételeket készítenek. Nem csak a határon túli magyarság képviseltette magát szép számban, hanem a megye testvértartományából, Imeretiből is érkezett gasztronómiai delegáció. 3 éve szövődnek testvérváros és tartományi kapcsolataink Szombathellyel és Vas megyével. Különleges és hagyományos ételekkel is készültünk. Örömmel látom, hogy nagy az érdeklődés az ételeink iránt. Fontos állomása ez kapcsolataink épülésének, hiszen a magyar kormány is egyre jobban nyit gazdasági értelemben Georgia felé. A szombathelyi városvezetés sátrában Lendvai Ferenc tanácsnok vállalta magára a konyhafőnök szerepét, de ellátogatott a fesztiválra a polgármester is. Ezek a gasztronómiai fesztiválok, amely itt a Szarvaskendi Fesztivál is, ezek azt hivatottak föl eleveníteni, hogy milyen hagyományai voltak ennek a dolognak egyszer, másodszor meg mindig arra emlékeztetnek bennünket, hogy a gyökereink azok itt a Kárpát-medencében vannak. Összesen 22 sertést dolgoztak fel. Vénémet Zsolt államtitkár úgy fogalmazott, a disznóvágás mindig is ünnep volt a vidéki emberek számára. Nem véletlen ezért, hogy szeretjük, ha együtt van a család az asztal körül, és hát a disznóvágás hagyománya úgy változott, most már kimondhatjuk, hogy új hagyomány lett, hogy ahogy az udvarokból eltűntek a disznók, úgy lett közösségi ünneppé a disznóvágás. A versenyen a zsűri pontszámai szerint a szentgotthárdiak, a vajdahunyadiak és a katasztrófavédők készítették a legízletesebb disznóságokat. Ezek egy részét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményeinek ajánlották fel.